Ukrajnában ellenőrzik a bíróságokat és szigorítják a büntetőjogi felelősséget az igazságszolgáltatás területén elkövetett korrupciós bűncselekményekért, jelentette be Volodymyr Zelenszky. Az elnök jelezte, hogy a büntető jogi felelősség a tervek szerint a vagyonelkobzással járó szabadságvesztés időtartamának 15 évre való emelésével módosul. Hangsúlyozta, ez azokra vonatkozik, akik pénzt követelnek, akik pénzt vesznek el, valamint akik ennek a korrupciós rendszernek bármely láncszemét képezik. Zelenszky kezdeményezte a bírák fedhetetlenségi ellenőrzését, amelyet nem csupán a kinevezésük előtt kell majd végrehajtani. Ruszlán Stefán a legfelső tanács elnöke a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács ülése után sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy a legfelső bíróság bíráinál vizsgálatot fognak végezni, amelynek során ellenőrzik az esetleges potenciális bűncselekményekben való részvételüket, a tevékenységükhöz kapcsolódó különféle körülmények betartását, valamint az életvitelüket. Az ellenőrzésbe beletartozik majd az úgynevezett poligráfos hazugságvizsgálat is, hangsúlyozta Ruszlán Stefáncsuk.